Még mindig a nyári olimpiai játékok hatása alatt van az egész ország, a magyarok teljesítménye világra szóló volt. A magyarok rendkívül jól teljesítettek az idei 5 karikás játékokon, hiszen összesen 8 aranyat, 4 ezüst és 5 bronzérmet sikerült összegyűjteniük, ami nagyban felülmúlta a várakozásokat. Ezeknek az eredményeknek köszönhetően Magyarország újra bekerült a 10 legtöbb érmet szerzett országok közé. Említésre méltó még, hogy kajakkenuban mi vagyunk a legeredményesebb nemzet, ugyanis mi szereztük a legtöbb érmet belőle. És itt van ez az érem a stúdióban is, illetve a gazdája is, Dombi Rudolf, olimpiai és Európa-bajnok kajakozó. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát akkor szerintem megragadnám az alkalmat, hogy magamhoz veszem ezt az aranyérmet, hiszen nagyon ritkán fordulhat elő az, hogy egy riporter kezébe kerülhet egy ilyen aranyérmet. Próbáljuk mutogatni itt a kamerának is, azért lássuk, hogy így most pontosan látszik. Röviden azért foglaljuk össze, hogy hogyan változott most Dombi Rudolf mindennapja, vagy mindennapjai hogyan változtak az olimpiai előtti időszakhoz képest. Kevesebbet edzünk, illetve több a média megjelenésünk szerencsére. Ez a sok munkának köszönhető ez az érem, úgyhogy talán megérdemelt most már a pihenő és az ismeretség. Hogyan változik egyébként? Maga az a szint, amit most elérte, az önmagában egy egyedülálló teljesítmény, pláne a bocsánat korához képest, 25 éves korához képest, ez egy óriási teljesítmény. Másrészt nyilvánvalóan még néhány olimpia azért hátra van az ön sportpályafutásából, ahol azért nyilvánvalóan egy ehhez hasonló szintet mindenképpen elvárhat önmagától, vagy tévedek? Nem, és köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a lehetőség és az eredmény bennem van, ez bizonyítja ez az elmúlt olimpia is. Biológiailag szerintem egy-kettő olimpia legalább bennem lehet, a koromnál fogva természetesen, és hát azon leszek, hogy ez meg is legyen. Pont Kökény Rolandnál, Kökszinél került elő ez, hogy őneki ez volt az utolsó olimpiai szereplése. Neked azért, vagy önnek meg azért hátra van legalább kettő. Igen, ő már inkább családot szeretne alapítani, főleg, hogy ő már megnyert mindent, amit lehetett, és hát koránál fogva már inkább a civil élete felé tendálna. Jó, egy picit még lapozunk vissza a történelemben, méghozzá egy újpesti lakás lakójaként, amikor a szomszédságában volt Szilárdi Katalin, remélem jól mondtam, nem így, Szilárdi Katalin az edzője, a későbbi edzője, ez is egy nagyon kalandos történet volt, ha jól tudom, ahogy így elkezdtek közösen dolgozni. Igen, én a újpesti lakótelepen nőttem fel, a kajakpályafutásomat ott is kezdtem, de az egyesület nem volt elég vagy megfelelő egy síkvízi versenykajakozáshoz, és hírét kaptam, hogy a szomszédos házban akik egy edző. Akkor én őt még ugye nem ismertem, csak így hírből. Felvettük vele a kapcsolatot, így kerültem rá a Margit-szigeti építőkbe, ahol azóta is versenyzem és nevelőedzőm is Máté Attila, illetve a mostani edzőm is Szilárdi Katalin. Mióta űzi ezt a sportot ténylegesen? Ez 16 éve. 16 év, és a teljes ideje? Igen, tehát a Dunán nőttem fel, Dunaparton, pár hónapos korom óta vittek le a szüleim, aztán 10 évesen lekerültem. Olvastam is ön után az interneten, és kiderült, hogy a szülői vonal is megfelelő sportkészséggel volt megáldva. Ők milyen területen sportoltak, illetve milyen eredményeik voltak? Édesapám focizott egészen NB1-ig vitte, mellette viszont bolondja lett, azt mondhatom, a vízi életnek, és hát ő azt mondta, hogy újra kezdhetni, akkor ezt valahogy fordítva tenni. Hát ennek én lettem így a beteljesítője, édesanyám pedig, ő nem sportolt így kifejezetten, de ilyen futóversenyeken indult ott megyei szinten, és nagyon jó helyezéseket ért el, úgyhogy a génállományának is rendben volt. Szöget ütött a fejembe egy gondolat, mégpedig azt olvastam, hogy Kökszivel, illetve Kökény Rolanddal alig 2 évvel ezelőtt kezdtek el dolgozni. Igen. Tehát azért ez egy nagyon rövid idő ahhoz, hogy kellőképpen fel lehessen készülni, kellőképpen közösen lehessen dolgozni, és ilyen eredményeket elérni. Hát ez, mi ennek a receptje, vagy mi van ennek a hátterében, hogy ezt ilyen rövid idő alatt sikerültető aláhozni? Hát mindenképpen a rutin és a szakmai tudás, ami neki már megvolt, azt lehet mondani, illetve hát nekem sikerült felnőnöm a feladathoz, és ezt a két dolgot így összegyúrni, és egy olimpia arany lett belőle. Hogyan zajlik majd a sportéleted, a folytatásban? Mindig belefutok ebbe a tegeződésbe, de nyilván a korosztály miatt lehetséges ez. Persze tartjuk az etikettet a televízióban, vagy ennek megfelelően. Hogyan zajlik majd ez a sport élete?
Én azt gondolom, hogy mindennek megvan az ideje. Most a pihenésnek van itt, illetve hát októbertől elkezdjük újra a felkészülés, mert jövőre ugye világbajnokság van, illetve Európa-bajnokság. Októberben már el kell, hogy kezdjük, mert jön a hideg, úgyhogy nagyon sokat már nem tudunk vízen lenni. Aztán hát megyünk tovább, a Roli a jövő évet még mindenképpen megcsinálja, azt mondta, aztán majd ő meglátja, hogy ezt mennyire folytatja még. Azért ez mindenképpen fontos kiemelni, hogy egyrészt a magyarok éremszerzésével kapcsolatban is ez egy kiemelt eredmény. És igazság szerint itt a nívó már megemelkedett. Mindenki szeretne Dombi Rudolf lenni? Én nagyon bízom abban, hogy a fiatalok inkább a sportolókra néznek most már fel, mint mondjuk a celebekre, vagy nem is tudom. Tehát van egy olyan réteg, úgy látom, amire nem biztos, hogy mondjuk fel kéne nézni. Mondjuk a médiatermékekre gondoltam. Igen. Akik, tehát akik igazából nem tettek le semmit az asztalra, de nagyon ismertek. És rájuk azt mondják, hogy mondjuk tini báványok. Pedig én, ja, tehát ez kétségtelen, hogy a hazai éremszerzés, az ahogy említettem, is egy világrengető volt. Tehát ezt szerintem mindenki elismeri. Teljesen mindegy, hogy a földkerekségen hol bukkan fel. De pontosan ezért következik egy új időszak. A tekintélyt mutató embereknél, a teljesítmény mutató embereknél, tehát van egy egészen más nívó, amit illik elérni. Sőt, egy sportolónál is talán, egy fiatal, egy kezdő sportolónál akár, egy elérhető cél lehet mondjuk akár Dombi Rudolf is. Bízunk benne. Öröm lenne. Reméljük, hogy így lesz, további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Holnap is lesz napi aktuális itt az Echo Televízióban. Nézzenek bennünket akkor is. Minden jót, viszontlátásra. Thank you.